Sziasztok! Em, Alex vagyok, és ma szeretném nektek bemutatni a Julefon Amor 17 Pro névre hallgató csúcskategóriás 4G-s készüléket. Nézzük is, mi van a dobozba. Itt van egy kisebb dobozka. Hoppá, mi a manó? Ja, ezt láttam a reklám videójába. Ez valami kitámasztós cucc. Majd mindjárt bemutatom. Csuklópánt. Ez arra való, hogy a szimkártya, tehát ha nincs körmöd, kivegyed. Alatta van egy üvegfólia. Igazából. Sok értelemben nincs egy üvegfólia. Mutogatnom. User manuál. És ennyi van ebbe a kis dobozka részbe. De ami minket igazán érdekel, az lentebb van. Sokkal, de sokkal lentebb. Nagyon lentebb van. Na. Itt van egyszer a készülék. Én a fóliát már levettem róla. Itt lehet látni róla a nyers adatokat. Nem tudom, hogy... Hát így besötétitek. Mindegy. Lehet látni, miket tud. Elnézést. És itt van a C kábelünk, ami jó gondolom 5 amperes C kábel, ha ráfókuszál a kamera végre. Na, ez egy C-be C kábel, végre. Van egy 66 wattos töltőtéglánk, PT, egy Supercharge nevezető dolog. Na. Hoppá, gyerekek. Júj. Természetesen nagyon állatul néz ki. Hozzá. Hűha. Szálcsiszolt oldalai vannak. Hangerő gombok. Hangerő le, föl. Bekapcsoló gomb. Programozható gomb. Zseblámpa funkció. Ledes villanó. 108 megapixeles főszenzor. Kamera. 8 megapixeles éjjellátó kamera, és itt van hozzávaló infra ledek, amik éjszaka megvilágítják neki az adott tárgyat, hogy lásson éjszaka. Na nézzük, hogy néz ki. Hú, szerintem nagyon eltalálták ezt a készüléket. Nekem nagyon bejön. Tetején egy mikrofon van. Az alján Type-C csatlakozó, 3-es feles jack, és természetesen van benne 15 wattos vezeték nélküli töltés, MagSafe támogatással. Ja, még gyorsan. Majdnem ugyanakkora, mint ő, de hát hogy mutassam rendesen, gyerekek. Látszik a különbség? Nagyon adja. Ez egy jóval nehezebb telefon, ez egy könnyebbre csinált ilyen, hogy mondják ez, konzumert készüléknek készült, de szintén ugyanúgy, mint ő, IP68, IP69 tanúsítványú. Ő is kapható a titolapnál. Na. Még mutatom is, hogy mit kaptunk hozzá. Itt van ő. Hű, ennyire erős a mágnes. Beveszük a helyére. És ez itt nem más, mint egy támaszt. Akár így, akár így.
Teljesen jó. Ha lusta vagy tartani, vagy fáradt a kezed tőle, akkor csak ennyi. Ezt ráteszed, és ennyi. Wow. Nagyon király. Hát, ők nem MagSafe-nek hívják, de hívjuk MagSafe-nek, mert igazából vezeték nélküli töltés miatt van benne. Szintén van benne egy ilyen kör alakú mágnes, és egy ilyen egyenes csíkú mágnes rész. Hát tudjuk, hogy kitől lett koppintva. Apple. No. Mit is mondjak a készülékről még? Hát igazából én tesztelgettem, és gördülékeny, teljesen jó hangzása van. Mutassam, mennyire jó a hangzása. Természetesen sztereó hangszóró, gyerekek. Nagyon hangos. Teljesen jó. Nézzük a Ninja Fruitot. Ez gyorsan be is tölti. Előre szólok, nem szoktam telefonon játszani. Egyszerűen nem foglal le. Gördülékeny. Teljesen jó. Nem látok akadást. Teljesen jól működik a Ninja Fruit rajta. Lehet látni, a PUBG Mobile is teljesen akadásmentesen működik rajta. Közben beleszólt valaki a játékba. Lehet látni, hogy meghaltam. Hát, bocsássatok meg, nem szoktam PUBG-zni. De tökéletesen működik rajta. Na, lehet 90 Hz-re állítani a képernyőt, és lehet 120 Hz-re állítani, de én maradok a 60 Hz-en, mert igazából annyira nem izgat, hogy most 120 Hz. Igazából ebbe, ami nagy cucc ebbe a telefonba, az nem más, mint a 180 megapixeles kamera, a MagSafe, vezeték nélkül töltés és ilyesmi, és ilyen dolgok támogatása. 8 megapixeles éjjel látó kamera. Na, ezt még azért gyorsan megmutatom nektek. Na. Teljesen sötét van, és nézzétek, hogy lát a éjjel látóval. Teljesen jó. És így néz ki a lakókocsim. Éjjellátóval. Lehet látni. Egész jól lát a kicsi. Wow. Wow. Hát szerintem ez az éjjellátó, ez nagyon coolos cucc. Na, kipróbáltuk az éjjellátót is. Próbáljuk ki a sima, hagyományos kamerát, 108 megapixellen. Próbálok valami... Hát... Mit is? Nem, jó lesz ez. Megteszem a fényképet. Megnyitom. És megpróbálok belenagyítani, hogy látható legyen. Tessék. Hát ez tud, vagy őszintén. Videóban mit tud? Videó minősége. Na.
2K-t. 2K-t tud videóba, stabilizálás nincsen. Igazából amire kell az embernek, arra tökéletesen megfelel ez a telefon. Nem kerül annyiba, mint egy egyéb más telefon, szóval, hogy mondjam nektek, ahhoz képest, hogy ez egy ütésálló, katonai szabványú készülék, teljesen jó. Jó árba van. Tényleg, még hogyha meg is tarthatnám, még használnám is, mint telefont, hiszen nagyon jól össze van rakva. Sztereó hangzás, 120 Hz-es IPS panel, 5300 mAh-es akkumulátor, lebbencsekkel nem kell szórakozni, mert alapból szigeteltek a csatlakozók. Ja, és könnyebb, mint ez a telefon. Igazából én azt mondom nektek, akinek van erre pénze és meg tudja venni, és gondolkozik ilyen telefonba, hogy most kell neki egy katonai szabványú, de mégis nem ez a Bumfordi nagy telefon, annak csak ajánlani tudom. Igazából nem tudok mit hozzátenni, mert igazából nagyon jó készülék, szóval ennyire jó készülék még én nálam ütésálló, vízálló és katonai szabványú telefonból még nem volt. Köszönöm a tiptoplaptop.hu-nak, hogy rendelkezésemre állították ezt a készüléket. Nézzétek meg a weboldalukat, alá fogom linkelni a videó alá, ahol meg lehet venni. Légy szíves, iratkozzatok föl, lájkoljatok. Én Malex voltam. És ez itt egy Ulefone Armor 17 Pro volt. Szerintem a 4G-sek közül ütésállóba ő a legjobb. Sziasztok!